Axel Scheffler, Pipp és Polly, a karácsonyfa. Karácsony délután Pipp és Polly elmentek karácsonyfáért. Otthon cserépbe tették. Aztán mézes kalácsot sütöttek. Az öt süti dísz szépen mutatott a fán. Polly elment 4 cukorbotért. De mire visszaért, az egyik süti eltűnt. Furcsa, mondta. 5 süti volt, de csak 4 maradt. Polly elment megkeresni a csoki harangokat, ez alatt Pipp felakasztotta a cukorbotokat. De mire Polly visszaért, az egyik cukorbot eltűnt. Furcsa, mondta. 4 cukorbot volt, de csak 3 maradt. Polly elment a csillagos csúcs díszért. Pipp pedig felakasztotta a csoki harangokat a fára. De mire Polly visszaért, mit látott? Az összes karácsonyfadísz eltűnt. Ó, jaj! Polly észrevette, hogy Pipp a kanapén fekszik. Jól vagy, Pipp? Kérdezte tőle. Nem, felelte Pipp. Fáj a hasam. Szegény Pipp. Polly hozott neki egy pohár vizet. Ne haragudj, Polly. Megettem az összes díszt. Tudom, felelte Polly. Kimentek a kertbe, hogy a friss levegőn játszanak egy kicsit. Pipp már is jobban érezte magát. Amikor bementek, látták, hogy a karácsonyfa nagyon csupasz. Készítsünk papírdíszeket? Kérdezte Pipp. Ez nagyon jó ötlet, Pipp! Örült meg Polly. Füzéreket, csillagokat és szíveket vágtak és ragasztottak papírból. A karácsonyfa gyönyörű lett. Másnap kora reggel Pipp és Polly megtalálta az ajándékokat a fa alatt. Először a legkisebb csomagokat bontották ki. Polly egy vadonatúj pöttyös ollót kapott. Pipp pedig egy szivárványos fogkefét. Pont erre vágytam, kiáltott fel Pipp. Hurrá! Boldog karácsonyt, Pipp és Polly!